Sziasztok! Egy mayfly, magyarul kérész imitáció megkötését szeretném bemutatni. Ez egy száraz légy, amihez egy 14-es méretű, standard száraz legyes horgot használok. Ezt befogom a satúba. Rögzítem. Légy megkötéséhez egy barna színű, 8-as méretű kötőcérnát használok, amit néhány tekeréssel rögzítek a fej után 5-7 mm távolságra. Fölösleget levágom. Ugyanitt rögzítjük a testanyagot, amihez egy pucolt pába falk szegmensét használom, természetes színűt. Leszakítunk egy szegmenset, végig levágjuk. Majd ezt rögzítjük a horog egyik oldalán, a horogszár teljes hosszán, egészen a horogszár végéig. Itt rögzítem a falkszegmenseket. Ez 3 darab szintetikus műanyag rugalmas szálat használok. Ezt a horog tetején falakrésznél 2-3 tekeréssel rögzítem, beállítom a megfelelő hosszúságot, ami a test hosszának másfélszerese, kétszerese maximum. Beállítjuk a megfelelő pozícióba, majd rögzítjük a horogszál teljes hosszán, egészen a test kezdetéig. Itt a fölösleget levágom. Ezután pár tekerítéssel kialakítom a test formáját. Nagyon enyhén konuszos formára. Ezután következik a test kialakítása. Feltekerjük az altest körül a szegmenset, testanyagot, szépen szorosan egymás mellé. Így egy szép élethű mintázatú testet kapunk. Túl rövidre sikerült a szegmens, így végig befogom tolcsipeszbe, amivel egyszerűbb a feltekerése. Ezt ezután fej után test végén rögzítem. Fölösleget levágom.
Most következik a szárny kialakítása, amihez két színű CDC-túrót használok. Egy szürkét és egy rozsdapirossat. Ezt tollgerinceknél egymásra helyezem. Kettőt összefogom és hátrafele kihúzom a szegmenseket. Ezután tollcsipes segítségével egyik felől a szegmenseket befogjuk a csipeszbe, körülbelül középtájt. A szegmenseket ezután a torszáról levágjuk. Így a csipeszbe maradt szegmensek rögzülnek. Ezután twister segítségével célnát két rétegre fogom. Egy-két tekeréssel rögzítem. Ezután következik a mellrész kialakítása, ami az egy nagyon kevés fekete szintetikus dubbingot használok. Ebből egy nagyon keveset rásodok a kötöző célnál szép egyenletesen. Ezt feltekerem a test végétől a orokfejig. Ezután twisterbe fogott célnát vaxszal megkenjük. Ez egy ragasztó, aminek a szerep, hogy ezután a következő behelyezett CDC szegmenseket megtartsa. Most behelyezzük két célna réteg közé a tollszegmenseket a csipesszel, meghúzzuk felfelé finoman, csipesszt elengedjük, így a szegmensek a célna között maradnak. Ezután beállítjuk, hogy a toll szálak középen legyenek. Miután ez megvan, összefogjuk és lehúzzuk egészen a holok tetejéig, ahol a twister segítségével feltekerjük, rögzítjük finom CDC szálakat. Miután ez megvan, hátra húzzuk a szegmenseket, letűrjük a fej irányába, pár tekeréssel rögzítjük, mikor ez megvan a twisteren levő megmaradt célnát levágom. Kilakítom pár tekeréssel a fejet. Fej kialakítása után végkötéssel elkötjük.
dolgot egy kicsit meghúzzuk kézzel. Levágjuk a cérnát. Ezután a tű segítségével falkokat, falokszegmenseket megigazítjuk. Szalakozott végül levágjuk. Így a test anyag nagyon nagyon sérülékeny. Így egy speciális lakkal finoman bekenem. Így miután ez megköt rajta, sokkal ellenállóbb lesz a pisztángok fogai ellen. És kész is legyünk. Jó szórakozást a megkötéséhez. Sziasztok!